Épp jó estét, sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Sziasztok! Hiszem lesz mit megmagyarázni a tegnapi nappal kapcsolatban, mindenre ki fogok térni, nem biztos, hogy bele fogok férni egy órába. Egy-két dolgot tisztázni kell, mert itt elindult a szekér minden irányba. Gyakorlatilag elkezdődött egy züllesztés is, de most azzal nem kívánok foglalkozni, majd a műsor vége fele. Helyre tegyük a dolgot. Ha nem az a célom, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük. Szóval, a kedves hölgyek és urak! Első körben hozzátok szólok, akik tenap képviseltétek magatokat. Nem voltunk kevesen, de még mindig nem voltunk elegen. Egyre többen vagyunk minden egyes rendezvényen, viszont én azt látom, hogy olyan emberek kezdenek el bennünket bírálni, akik szépen jól érzik magukat a fotelba. És akkor ennek a váratlan esemény hatására úgy döntöttem, először úgy, hogy ezt a csoportot kidobom a kukába, de nem. Nem dobom ki a kukába, hanem a 20 000 tagot dobom ki a kukába. Egy az egybe. Tehát én már az éjjel kezdem kiszórni minden az embereket. Azokat tartom meg, akik kint voltak. Azokat az embereket tartom meg, akiket megbüntettek, nem csak most, hanem az előző rendezvénybe is, és akkor egy teljesen új szerkezetet adunk ennek az oldalnak, mert ennek így nincs értelme, hogy 19 000 okos van, aki otthon a számítógépen meg a klaviatúrán ossza az észt, hogy mit hogyan rontottunk el, ki nem jön, csak okoskodik, benneteket bírál, viszont 1000 olyan ember van, aki igazi holleányi és hazafi. Na, én erre az 1000-re fogok alapozni. Tehát ezzel megadtam a válaszotokra, vagy kérdésetekre a válaszot, hogy nem fogom feladni. Viszont stratégiát fogunk váltani, ez már tegnap a Tamásnál kitértem rá, de erre is ki fogok térni. Aztán a következő. Lehet bírálni mindenkit, mert lehet. Én nem először állok ki az adminok mellett, most állok ki mellettük utoljára. Ezek az adminok az idejüket, a pénzüket, a tehetségüket berakták ebbe az egészbe. Ebbe az egészbe berakták. Tehát én úgy érzem, hogy mint ember ennél többet nem tehettek. Kiálltak a családjukért, kiálltak a résztvevőkért, kiálltak az emberekért, vállalták az arcukat, ott voltak a helyszínen, nem okoskodtak, nem otthonról a számítógép mellő tették a dolgukat. Ezekre az emberekre bármikor lehet számítani, ugyanúgy, mint ahogy rátok. A büntetésekre gyorsan kitérek, aztán erre majd hosszabban, mert tudom, hogy erre rengeteg üzenetet kaptam. Büntetések. Senkit nem fogok hagyni az út szélén. Én a Hajnal Jánossal fel fogom venni a kapcsolatot. Én úgy érzem, hogy a Hajnal Jánost félre ismertem, mert az összes csoportvezető közül a Hajnal János volt ott végig. Vállalta a rendőri vegzációt, és ott volt velünk a várba is. Sőt, félrevitték és megmotozták. Tehát a Hajnal Jánosról a tegnapi rendezvény óta megváltozott a véleményem, mert ő ott maradt. Ő vállalt mindent. Úgyhogy én nekem is be kell látnom, hogy néha én is
mondok olyan mondatokat, amelyekre rá tud cáfolni az illetékes. És Hajnal János tegnap rácáfolt arra, mert ő nem menekült el a többi vezetővel ellentétben, mert hogyha megbeszélünk egy közös stratégiát, és ahhoz a közös stratégiához dr. Pócs Alfréd, dr. Lenkei Gábor nem tartja magát, hanem eljön a WC-ig, és arra nem képes odajöjjön hozzánk, azokkal az embereken nem vagyok hajlandó foglalkozni. Hajnal Jani odajött, vállalta a rendőri vegzációt, eljött velünk, megmérettetett és győzött. Tehát Hajnal János, az biztos, hogy ennek a csoportnak teljesen mindegy, hogy van neki egy saját mozgalma, biztos, hogy ennek a csoportnak tagja lesz, tehát a Jani az nem egy buta gyerek, tudomásul kell venni. Le fogok vele ülni egy asztalhoz, és át fogok vele beszélni a jogi lépéseket. De mindenkit megnyugtatok, hogy szereztem jogvédőt. Én most azon egyezkedek vele, hogy mi azért tömegesen voltunk, hogy azért ilyen esetben egy olyan összeget próbálj meg, ami mindenkinek gazdaságos és mindenkinek jó. Egy biztos, és nem bántanak rak senkit se, és nem is fogok láztatni senkit se, tehát én tudom azt, hogy milyen apró hibák voltak, levontuk a tanulságot, ezek, ha ott maradunk a várnál, azért ezt tudjátok, ha ott maradunk, átmenjünk a hősök terére, ugyanezt mi velik velünk. Akkor viszont, és ezt most mindegyik résztvevőnek mondom, akkor viszont mindenkit szarrá büntetnek gyülekezését. A sétálást nem tudják ránk bizonyítani gyülekezését. A kamerás autó elment mellettünk, sétáltunk, nem álltunk meg, tehát nincs is midő beszélni. Körbe fogom járni az országot, az interneten ezentúl nem fogunk beszélgetni. Én a mai nappal a Weber csoportokból ki fogok lépni, a mai nappal a Telegram csoportokról, sőt le is fogom törölni, nem fog érdekelni. Tudomásul kell venni, hogy engem lehallgatnak. Tehát beszélhetünk bármiről. Beszélhetünk bármiről. Én interneten nem fogok benneteket kiadni, én a személyes kapcsolatoknak leszek a híve. Hát le se szarom, hogy nekem Nyíregyházára kell lemennem az Anyikőjékhez, vagy Hévízre a Heniékhez, vagy Debrecenbe a Juditékhoz, vagy Szegedre, vagy Kiskunhalasra, nem fog érdekelni. Annyi pénzem még van, legalább körbejárom az országot. Tehát itt nincs is miről tovább beszélni. A tegnapi nap az... Szóval valljuk meg őszintén. Összesen voltunk, azt hiszem, 6000-en. Összesen voltunk 6000-en, 8000 rendőrt felhoztak vidékről. Elmondtuk a számokat. 10 órakor, akik el voltak WC-n, azok lélekszakadva jöttek vissza. Nagy baj van, mert megjöttek a buszokkal rendőrök. 20 busznyi rendőrt hoztak föl. Egy buszba, csak számolják 50 rendőrt. Egy buszba csak 50 rendőrt számolják. Számoljátok ki, mennyi rendőrt hoztak föl vidékről. Peste nem lesz jó helyszín. A végső helyszín az Budapest lesz. Peste nem lesz jó helyszín. Pécsre is le kell menni, így van, Pécsre is le kell mennem. Ott is vannak, ott vannak a Gabiék, ott vannak Erikáik, Attila. Vannak jó páran Pécsen is, úgyhogy oda is le kell menni. Ezt körbe kell szépen hangolni, nem sok időnk van. Nehogy azt higgyétek, hogy nagyon sok időnk van. Azért volt eredménye is. A másik, ja, rögtön mondom, és erre szeretném, hogyha kitérnétek. Voltak fönt videók az oldalom, ahol a rendőröket, a beépített rendőröket vegzáljuk. Ugye kint a Királydombon is, aztán Királydomb alján is. Ugye láttátok, hogy nem vagyok számukra ismeretlen, mert nem egy rendezvényt jelentettem be. Szóval láttátok, hogy tudták, hogy kiről beszélünk, vagy ők is tudták, hogy kivel beszélnek. Azért a
A királydombi rendőrhöz nem akarok hozzáfűzni semmit se, de az alsó rendőrökhöz azért ez egy maradandó mondat volt szerintem mindegyikőtöknek, aki főleg aki közelebb állt és hallotta, hogy Bertalanul engem nem kell meggyőzni, mert én tudom. De azt is értsd meg, hogy a rendőrségi törvényt be kell tartatnom. Ezt mondjuk 50 ezer ember előtt már nem tudtam volna elmondani. Tehát, hogy értsétek. Ezt 50 ezer előtt nem tudtam volna elmondani. És akkor térjünk ki kicsit részletesebben a tegnapi napra. Én olyan vezetőkkel nem vagyok hajlandó leülni, akikről kiderült bizonyíthatóan, hogy a hatalom emberei. Akiket a hatalom azért bízott meg, hogy a maszkelleneseket, meg az oltáselleneseket egy csoportba gyűjtse. Nem mondok neveket, úgyis tudjátok, hogy kiről van szó. Hát én ezekkel az emberekkel itt befejeztem. El kell felejteni itt a közösködést, el kell felejteni itt azt, hogy különböző csoportok vannak, egy csoport legyen, az az egy csoport az legyen tudatos, az az egy csoport tudja azt, hogy miért kell kijönni, és higgyétek el, hogy az a csoport az vonzani fogja a többit, és nem Gödény fogja vonzani, meg dr. Lenkei, meg dr. Pócs, meg dr. Tamasi. Ezek nem fognak vonzani embereket. Mert ezek tegnap is ott hagyták őket a picsába. Aztán szépen angolosan távoztak. Mindig kim voltunk a királydombon, amikor dr. Pócs Alfred bazd meg elment valakivel személyesen találkozni, mert őnek meg volt beszélve, hogy üzleti megbeszélése van. Ezt miért nem mondta el pénteken? Vagy csütörtökön, vagy szerdán? Hát miért nem mondták el? Hogy ettől eddig vagyunk ott. Oda se értek időbe. Tehát a tegnapi napról ennyi a véleményem. A másik dolog, hogy ugye elindult egy belső züllesztés, ezt úgy is tapasztaltátok. Tehát az oldalt már elkezdtem azért átalakítani gyönyörű szépen. Tehát volt, aki magától lépett ki. Volt, aki düböl, dacból, meg volt, akit én raktam ki. Geri Tibornak a nyilatkozatával hagyjatok, mert aki még egyszer ide berakni nekem a Geri Tibornak a nyilatkozatát, nyilatkozatostól együtt rakom ki innen. Geri Tibor, utoljára mondom egy Gyurcsány embere, mit akartok vele? Arról volt szó, hogy Geri Tibi tegnap kint lesz. Megmutatjuk a nagy egységet, hol volt. Ne kezdjétek el nekem Gerinek a nyilatkozatát, mert röpültök vele együtt. Nyilatkozatostól együtt. Ne kezdjétek, mert azért tartunk itt, mert egy szarházi, mocsok szarember, aki 2012 óta minden rendezvényt megfúrt, és ezt a mostanit is megfúrtám, hogy menjetek a nyilatkozatába oda, aztán kérdezzétek meg, hogy hol volt tegnap. Kérdezzétek meg tőle, hogy hol volt tegnap. Arról volt szó, hogy ki jön. Nem jött ki. Nem megyünk el jogi úton semmire, se ezt értsétek már meg. Mit akartak egy nyilatkozattal? Kitérek mindenre, mert eddig vagyok. Na, szóval ilyen emberekből nekem elegem van, akik csak ígérgetni tud, azt nem tud teljesíteni. Ugyanolyan, mint a politikusok. Ugyanazok. Ugyanazok. Ugyanazok, mint a politikusok. Nincs különbség. Szegény ember az, aki igen is se tud. Tartja a mondás. Maradjunk ennyibe. Na szóval. Elindult egy belső züllesztés, ezt úgyis láttátok, már tegnap délután elkezdődött, és megint előjött ez az ügynöközés, kettős ügynök, meg bevezetett bennünket az utcába, meg ilyen baromságok. Vannak itt jó páran, akik ilyeneket, mert megkaptam a fotókat, képernyőfotókat, ezek az emberek ma este már röpülnek. Egy. Tehát, hogy tisztázzuk. A vonulás, az nem az én tervem volt, gyerekek. Jó reggelt. Az nem az én tervem volt. Semmi közöm nem volt nekem a vonuláshoz. Semmi közöm nem volt nekem a vonuláshoz. Az útvonalat nem én terveztem meg. És csak azoknak mondom, Vas Zoltánnak, akivel életemben egy percet nem beszéltem, de már ügynöközik, mert világ életemben kettős ügynök voltam. Hát ide figyeljek, te pajtás. Én a saját pénzemet tolom bele. Én nem a Viktor embere vagyok. Menj a Lenkeihez, menj a Gödényhez, akik 30 millióra eladták magukat. Na ott pofázzál.
Ezen az oldalon engem ne gyalázzá, meg az ilyen Smaucer Viktorok. Mert torkig vagyok veletek. Smaucer Viktornak írjátok majd ki az oldalra mindjárt, hogy ki mennyi pénzt adott. Ezt kérjétek tőle vissza. Így kezdjük. Akkor öntsük tiszteletet a pohárba. Aztán itt volt ez a vadökör. Mindjárt mondom már, milyen Lajos. Itt tudom én, milyen Lajos. Vad Péter, aki tegnap interjút adott. Egész végig ott kiabált, hogy a Hős Bertalan Attila. Hát ott voltatok, hallgattátok, akik elő vannak. Aztán közben engem fölhívott a Balcó Laci. Azt hiszem, a taxis Laci, inkább így mondom. Hogy hol vagyunk, mert nem talál már bennünket. Én elmondtam neki a házszámot, hogy melyik házszám előtt vagyok. Ő meg mondta, hogy egy percen belül jön velünk szembe. Ő volt a 40-nél, mi meg a 44-nél. Mi találkoztunk, megöleltük egymást, az a vadbárom meg azt állította, hogy mi a rendőröket hívtuk. Ott a Lacival beszéltem. Karácsony. Köszönöm. A Karácsony Lajos a rendezvény végén a következő ajánlatot tette, adjak neki azonnali hatája 500 ezer forintot, és 40 ezer cigányt fog főhozni a következő rendezvényre. Majd én elmondtam, hogy nem adok 500 ezer forintot, mert a Váradi Bélával is pont ezen akadt meg a együttműködésünk, hogy már előre kértétek a pénzt a medve bőrére, azt sehol nem voltatok. És akkor azt mondtam, hogy én ezentúl már most jövök. Na. Aztán van az a hölgyike. Hú, mindjárt mondom, hogy hívták. Az a Mari, vagy mi neve. A Petőfi táblába ott kiabált. Segítsetek. Hogy hívták azt a csajszit, aki mindenhol ott van. Köszönöm, Laci. Hogy hívták azt a csajt, aki mindenhol ott van? Segítsetek. Szekeres. Köszönöm. 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 A Szekeres Mari is a hatalom embere. Ahol ő ott volt, ő abban a pillanatban bomlasztott. Ja, ő is megy a csoportból. Nincs helye a csoportban. Állítólag Orbán unokatestvére, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem igaz, nem is érdekel. Aztán... Aztán a rendőri igazoltatás végén, csak hogy térjünk ki, elindultunk ugye visszafele. Én egy... Ugye nem voltam egyedül, vagy körbe voltam veletek véve. És én nagyon-nagyon sok szakrális embert vártam. Nagyon-nagyon sok szakrális embert vártam, de a rendezvény közepén szembesültem, hogy már a szakrálisok is züllesztik a csoportot, meg züllesztenek engem. Ezek a nagy látó emberek. Ezek a hú, ez mindent látnak. Én ezekkel egy torkig vagyok. Torkig. Elkezdődött azzal, hogy egy általam kedves hölgyet meggyanúsítottak azzal, hogy hát most ki leszek és paraszt leszek, hogy mi dugunk. Holott mind a hölgy és mind az édesanyja nekem jó barátok. Tehát amikor egy szakrális ember elkezd zülleszteni a csoportba, az nem szakrális, hanem egy tudatlan paraszt. Aztán tarthatja itt magát annak, amit akarja, az egy tudatlan paraszt. Mert én leszarom, hogy kivel hoznak össze, különösebbképp nem érdekel, mert férfi vagyok, fölrakom a kalapomat, én akkor is férfi vagyok. De amikor egy nő jó hírét belegázolnak, azt nem fogom hagyni szó nélkül. Alaptalanul. Attól függetlenül, hogy az anyja elfogadta volna, hogyha mi együtt vagyunk, de nem vagyunk együtt, mi nagyon jó barátok vagyunk. Meg azok is maradunk. Bízok benne, hogy azok is maradunk. Szóval az ilyen szakrálisoknak sincsen közöttünk helye. Maradjunk annyiba. És akkor készült egy videó. Mi már akkor ugye a Vajdahunyad várnál voltunk. Amikor a Dénes Magdiékat körbefogták a rendőrök, de én nem is értem, hogy maradtak ott a rendőrök, mert nem is tudom, hogy maradtak ott, vagy hogyan maradtak ők ott, mert mi végeztünk a rendőrökkel, a két rendőrre, ők elmentek, és mi is elindultunk. Tehát mi nem menekültünk, mert mi nem szaladtunk el, akárki akármit mond a háttérbe, mert mi végig ott voltunk. Mi végig ott voltunk. Végig ott voltunk. Egy fél pillanat. Andi,
Szőke Andi. Ismerjük egymást 12 óta. Arra kérlek szépen, nézd vissza az elmúlt éveket, ahol a Szekeres Mária fölbukkant, ott mindig vita meg veszekedés volt meg bomlasztás. Az lehet a Polgár Zoli, a Balog István, a Fazekas Tamás, mindenhol ott volt, lehet a Fóris Eszter, nem ezek mellett az emberek mellett állok ki, félreértés ne essék, de ennek az embernek nincsen helye itt közöttünk. Mert nem szólok le, akkor táblában neki megy a rendőrnek. Meg hazárulózta őket. Tehát maradjunk ennyibe. Tehát, hogy még miért maradtak bent a rendőri kordonban, meg sem tudom mondani, hogy hogyan maradtak bent a rendőri kordonban, most se értem. Mi erről nem is értesültünk, tehát mi az élő videót is csak órákkal később, hát én 8 óra környékén jöttem el az adminoktól, tehát mi ott voltunk bent a téren, és akkor meg erre még vissza is fogok térni. Tehát én egy levesre mentem el, hogy egyek egy levest. Tehát én nem azért mentem el, mert én ott hagytalak benneteket, hanem amikor a rendőrök elmondták, hogy fejezzük be a rendezvényt és 20 percünk van, mert onnantól kezdve a második igazoltatást az ezredes elmondta, hogy az csak igazoltatás fog maradni, tehát a vár területén senkit nem bántottak, akárkit igazoltattak, az megmondta, hogy igazoltatás fog maradni, és erre a szavát adja, de cserébe 20 perc múlva hagyjuk el a helyszínt. Tehát ez így volt, és erre tanúm is van, mert nem egyedül álltam bent a rendőri kordonba. Nem egyedül álltam bent a rendőri kordonba, és ha megnézitek a képeket is, látjátok, hogy kivel álltam bent a rendőri kordonba. Egyik felül állt a Hajnal Jani, másik felül meg mi ketten. És az ezredes úr elküldte a kamerást. És a füléből kivette a fülest. Ez azt hiszem mindent elárul. Én meghallgatta azt, amit én mondok. Én meghallgattam, amit ő mondott. Majd elment. Tehát mi ezért mentünk el, hogy amit mi megígértünk, azt mi teljesítsük, és így elkerüljük azt, hogy benneteket még egyszer följelentsenek. Úgyhogy ezért lehet bennünket vádolni. Nyugodtan. De mi nem hagytunk ott senkit sem, mert ott maradtunk 8 óráig. Én mondom, hogy levesre mentem el, és jöttem is vissza. Én jöttem is vissza, és az adminokkal még ott voltam, sőt, még voltak ott idegenek is. Így van, Andi. Pontosan, hát még veled is találkoztam. Még ott voltatok az adminokkal. Tehát azért mondom, hogy aki azt állítja, hogy én eljöttem, az hazudik, mert ott alkut kötöttünk a rendőrökkel, hogy a második igazoltatás az igazoltatás marad, és senkit nem fognak följelenteni, hogyha negyed óra 20 percen belül eljövünk, és ezt így is beszéltük meg, és mindenkinek ott elmondtam. És nem szabadott már szónokolnom, de az RTL-nek mégis adtam nyilatkozatot. Pedig az már igen-igen tiltva volt. Az már igen-igen tiltva volt. Ettől függetlenül, én a továbbiakra is azt mondom, hogy tanapi napot nem szabad kudarcként megélni. Abszolút nem szabad kudarcként megélni, és nem a büntetések miatt nem szabad kudarcként megélni, mert ti legalább tudtátok, hogy miért vagytok kint. És stratégiát kell váltanunk sürgősebbikből, mert az a szekér, ami rajta ülünk, az ország szekere, az a szakadék szélén áll. És az a baj, hogy a mögöttünk lévő vontatmány az már elindult. Hogyha belegondoltok abba, hogy a 60%-át fogják leoltani az országnak, ami már több mint elégséges, akkor mi 40%-ba labírozunk közöttük. Az, hogy milyen életben választhatjuk ezt is. Tehát akkor meg kell szüntetni az oldalt, be kell fejezni mindenféle rendezvényt, aztán majd valahogy lesz. Akkor valahogy lesz. Ezt is csinálhatjuk, majd ezt megbeszéljük. Egy biztos, hogy ezen az oldalon mindenkit kiszórok. Azokat az embereket, akik ott voltak tegnap, és büntetés volt, meg az előző rendezvényen is ott voltak, és büntetés volt, azok maradnak. Az első stratégiai lépés az, hogy itt mindent meg fogunk beszélni egymás között. Tehát ez lesz az első. Nem csak itt az interneten, hanem személyesen is. Tehát ez lesz, biztos, ez lesz az első. Azon meg el kell gondolkodni, és ez nem az adminok hibája. Én alsó hangon is 10 000 embert vártam. Én 10 000 embert vártam. Ehelyett
három helyszínen voltunk 6000-en, ami már nem lett volna rossz szám, nyitó számnak. Én azt se értettem meg, hogy minek kell eljönni a Hősök terére, meg a Kossuth térre, hanem arról volt szó, hogy a Királydombon fogunk találkozni, és onnan megyünk közösen át. Még most azt mondom, hogy olcsón megússzuk, mert olcsón megússzuk, mert a sétálás az sétálás, ahhoz jogunk van. Maszk volt rajtunk, másfél métert betartottuk, tehát azt csinál a rendőrség, amit akar. Itt nem a rendőrségen fogunk múlni, hanem a bíróságon. És azon meg ti gondolkodjatok-e, hogy a tenapi Viber csoportos üzeneteket végignézve mindenki lemondta, hogy most itt fáj, ott fáj, ez fáj, az fáj, amaz fáj, kutya faszát fáj. Nem is akarták jönni, csak ott voltál Viber csoportban is bomlasztani. Meg eljátszotta itt a hattyúk halálát. Aki akart, az eljött. És úgy tudom, hogy a Rebekáik is itt voltak. Én nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, vagy nem tudjátok, ő az a mozgássérült kislány, aki Kiskunhalasról az édesanyjával jön. Most én nem tudom, mert aztán később láttam, hogy ő keresett. Nem tudom, hogy itt volt-e, vagy nem volt itt, de ha itt volt, akkor a otthon maradottaknak üzenem, hogy az a kislány egy kivétellel ide mindig itt volt. Úgy, hogy az édesanyja kocsiba tolja. Komárom-Esztergom megyében így van a betyárak is itt voltak. Igen. És megtiszteltetés volt velük ott lenni. A másik dolog, hogy én nem értelek benneteket, hogyha délre hirdetünk meg egy rendelint, akkor miért fél hámkor hívtok föl, hogy hol vagyunk. Bazd meg, hát hol lennénk? Mikor már széjjelzettek bennünket, hát hol lennénk? Hát hol lennénk szerintetek? Hát miért nem tudta oda jönni délre? Vagy 11-re? Ja, hát nem indult a kocsi. Eddig vagyok, az ilyennel. Ha még viszont meg tényleg itt voltak a Rebekáik, akkor kedves Rebeka, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Példát mutattál megint, hogy te így betegen is hajlandó vagy tenni édesanyáddal az országért. Példát mutattál abba, hogy te kitartasz az elveid mellett. És azt ne felejtsd el, hogy nagyon szeretlek. Ezt úgy is tudod. Mert ezt akárhányszor beszélünk telefonon, ezt mindig elmondod. És én is elmondom, hogy szeretlek. És rettentő büszkeséggel tölt el, hogy ismerlek. És nagyon büszke vagyok rád is, meg édesanyádra is. Rettentő büszke vagyok rátok. És minden tiszteltem a tiétek. Hát én nem bírálom az otthon lévőket. Nem bírálom. Mert nincs midő bíráljam őket. Mindenki kurva jó világban, még van parízer meg, amit akarnak. Mert még az autóban van benzin. Aztán majd mikor rájönnek, hogy értük is volt szó, meg majd ki akarnak menni fegyverbe, majd akkor fognak rájönni, hogy nem lesz akivel kimenjenek fegyverbe. Mert mindegy, gyáva faszok vagytok. Mindegyikötök fegyvert akar, meg vért akart, sehol nem voltatok. Hát ne otthonról kiabálja, hogy fegyverbe. Miért nem jöttél ki velünk? Mutattad meg, hogyan kell neki menni a rendőrnek. Miért nem mutattad meg? Otthonról a fotelből én is meg tudom mondani. Én miattatok még egyszer a gyerekeimet nem dobom el. Abban biztosak lehettek. Ezekért az emberekért, akik kim voltak, ezekért bármikor. De érted, aki a fotelharcos vagy? Nem fogok megdögleni az út szélén, mert nem alszok. Mert kettőt kanyarok Németországba, hogy hazajöjjek. Hogy érted, kiálljak. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ezekért az emberekért bármikor harcba szállok. Mert ezek tettek már. Ott álltak mellettem. Meg az utcán. Mikor körbeszedtek bennünket a rendőrök. És szerintetek az országban minden rendben van. Hát legyen így. Szóval interneten többet nem szabad szervezni. Ezt láttátok, hogy a rendőrök is figyelnek bennünket. Ezt meg sejtettük is, meg tudtuk is, de ennyire nyíltan nem. Tehát ennyire nyíltak nem. Viszont én nem azokról az emberekről beszélek ám, akik ott voltak a Hősök terén, vagy a Kossuth téren. Ezekről az emberekről nem szólok, mert ezek ott voltak.
Én azokról az emberekről szólok, akik fél háromkor hívtak föl, hogy hol vagyunk. Fél háromkor, mert most értek ide. Meg fél háromkor hívnak föl Ajkáról, hogy most indulnak. Minek? Hát már szétszettek bennünket, minek? Akkor már felaprózódott a tömeg. Akkor minek indulsz el? Neked akkor jutott eszedbe? Meg volt hirdetve a gyerekek. Hát meg lett beszélve, hogy elmegyünk egy sétálni. Én sétálást hirdettem. Én nem azt mondtam, hogy nem voltatok ott, de a 19 ezer ember nem volt ott. A nagy pofájú 19 ezer ember. Azok nem voltak ott. Azok voltak ott, akikre tudtuk, hogy lehet számítani. Ez a 800 ezer ember. Azok voltak ott. Több nem volt ott. Hiába is beszélünk. Ezek akartak tenni az országért. Na, menjünk tovább. Tehát. Visszatérek Magdiékhoz, tehát én most sem, és nekem senki nem szólt, hogy ők bent ragadtak. Én miután végeztem a rendőrúrral meg a hölgyel, még kezet fogtunk egymással, mi elindultunk vissza a bárba, hogy megbeszéltük, nem senki nem kiabált, és a másik dolgot mondom, és félreértés ne esik, és Magdit se fogom vádolni, meg senkit nem fogok várni, a gyerek, nálam volt a telefon. Hát dobj egy üzenetet, hívjál föl, hogy gyere, forduljatok már vissza. Na ne az élő adásba kiabáljátok, hogy ti ott vagytok. Én nem voltam fönt terep az oldalon, nem figyeltem az oldalt. Melyiket volna figyelnem az oldalt? Hát ott voltam a helyszínen. Tehát... ez egy félreértés volt. Amikor Magdi is lehiggadt, akkor majd vele is fogom rendezni. Nekem hátul nincsen szemem. Nekem hátulról senki nem szólt, hogy valakik 5-6-an ott ragadtak a rendőri sorfalba. Senki nem szólt. Tehát én nem akartam, én nem bántok senkit se, én nem haragszok a Magdira se, a videója miatt, én nem haragszok senkire se, de hátul nincsen szemem, és nekem senki nem szólt. Meg szerintem nektek se szólt, mert szóltatok volna, akkor biztos, hogy visszamegyünk. Még egyszer mondom, ez, ha Magdi lehiggadt, akkor majd rendezem vele. Nem hiszem, hogy el kellene keserednünk. Nem hiszem, hogy el kellene keseredni. Főleg... én beszélek mellé? Szamák Csaba. Mondd el nekem, légy szíves, akkor most várjunk, mert folytassuk, mert itt azt mondja, hogy mellé beszélek. Minek beszélek mellé, Csaba? Írd meg, légy szíves, gyere ide. Most megvárjuk akkor a Csabának a hozzászólását. Minek beszélek mellé? Hogy lehet, hogy nekem nem is írt, nekem írta. Most mindjárt megvárjuk, mert akkor inkább tisztázzuk, akik ott voltak, hogy ők mit láttak, meg én mit láttam a saját szemszögömből, mert... én beszélek mellé? Hát akkor írd meg, hogy miben beszélek mellé. Lajta Istvánnak üzenem, hogy a héten megyek Lipcsébe, vagy keresztül megyek Lipcsén, azt mondom, Lipcsébe most így konkrétan nem megyek, múlt héten voltam kétszer is. Tehát még egyszer mondom, Karácsony Lajos, akkor térjünk vissza. Karácsony Lajos a rendezvény végén kért 500 ezer forintot, hogy fölhozza a következő rendezvényre a cigányokat, és én elmondtam neki, hogy én nem fizetek előre, mert a Váradi Bélával is pont ezért, mert pénzt kért valamiért, ezért akadt meg az együttműködés. Kettő. Ha gondja van a cigánságnak, ahogy a Laciék föl tudtak jönni Dunaújvárosból, úgy jöjjön fel a cigány is.
Mert most is azt ígérte a Lajos, hogy két busz, meg négy autó fog följönni. És az, hogy az első autóba ül, akkor kérdezzek a Lajos, mivel jött föl? Vonattal. Miről beszélünk? Menj oda, aztán, ha nem tetszik, tedd szóvá. Ja, és letiltott az oldalról tegnap. Utána meg kírja, hogy én vagyok letiltva, meg védjem meg magad. Ha hogyan bazd meg, ha letiltottál? Ez épp olyan, mint ez a hülye ökös Mauser Viktor. Meg a másik ökör a... Hogy hívják? Mi volt ennek a fogatlannak a neve? Mit tudom én? Ferencsik. Az. Na, maradjunk annyiba. Tehát a Karácsony Lajos tényt le is zártam. Én tegnap a Fazekas Tamás videójába kitértem a Laciéknek a szerepéről. Én mindent tiszteltem, mert ők azt ígérték, hogy velünk lesznek, ők ott voltak végig velünk. Ők nem mentek sehova se. Ők sehova nem mentek, ők végig velünk voltak. És akármit mond, és ezt meg is beszéltük tegnap ott kint a téren, hogy a cigányság a magyar sose fogja elfogadni. A cigányság csak a cigányt fogja elfogadni. A Lacit... Laci az nem egy buta gyerek, úgyhogy én most is azt mondom, hogy ő neki azért biztos, hogy lesz hívószava a cigányságnál. És hogyha belegondoltok, hogy a Laci egy vasat nem kért, az már önmagában egy jó omen, illetve kiállt valamennyiünk gyerekéért, hogy ne kelljen leoltani. Tehát a Laci előtt megemelem a kalapomat, meg a másik srác előtt, a Radicsék előtt, a Rácék előtt, mindenki előtt, aki a cigányságot jött képviselni. És a másik dolog, hogy miért kell nekem fizetnem azért, hogy a cigányság följöjjön? Hát, hogy nem érzi, hogy gondja van, akkor nincs miről beszélni. És akkor itt volt ez a Kapusi András, úgy hívták, azt hiszem. Ez egy nagyszerű ember volt. Azt kimerte állni a térre, azt elmerte mondani, hogy kik irányítják az országot. Azt kimerte állni a térre. Össze volt kenve az arca, megjelölt 20 helyszínt, hogy a rendőrök ne tudják meg, hogy hol van, és üvöltött. Fasz a gyerek volt. Egyedül. Egyedül. Aztán fönt is fönt volt. A dombon is oda tudott jönni. Tehát nincs miről beszélni. Ezek az emberek bátran kimertek állni. Kimertek állni. Össze volt kékkel ződve, festve az arca. Ott üvöltözött. Ha láttuk az élő videóját, már 10 órakor üvöltözött a Hősök terén. Hogy milyen mocsok kormánya van az országnak. Hangosan, bele az élő videóba. Fél ország követte. Meg merte tenni. Hogy meg merte tenni. És nagyon-nagyon jól beszélt. Nagyon-nagyon jól beszélt. Már csak azért, mert az igazságot mondta ki. Szóval Magdékra is ennyit tértem ki. Én nem bántam a Magdét, mert biztos, hogy hirtelen felindulásból tette közé ezt a videót. Biztosak lehettek benne. Aztán mai nap kaptam egy fényképet, és ideig is őszinte voltam, ezután is őszinte vagyok, ahol a volt adminom Tóth Krisztina azzal vádolt meg, hogy mi elszaladtunk. Hát Tóth Krisztina már nincs az oldalon, meg nincs is moderátorként, meg adminként sincs. Itt, mind ahogy látjátok, mert mi nem szaladtunk el. És ezt többetek nevében is kikérem, hogy mi elszaladtunk. Mi oda mentünk, ahogy megbeszéltük, hogy megyünk kávézni. Mi oda mentünk. De mi nem szaladtunk el. Mi szépen, kulturáltan oda sétáltunk a vár bejáratához. Én nem hiszem, hogy mi elszaladtunk volna, és nem hiszem, hogy bennünket kellett volna egy adminnak gyalázni, és ahogy kiálltam az adminok mellett annó, és kiálltam Tóth Krisztina mellett annó, én most kiállok azok mellett az emberek mellett,
akik nem szaladtak el, hanem elsétáltunk a bár bejáratához. De van ez a szar, amit úgy hívnak, hogy telefon. Hát ha gondod van, és ott áll tőled 100 méterre, és látod, hogy én megyek el, akkor hívjál föl, bazd meg, aztán mondd azt, hogy gondod van. Akkor ne írogassál nekem az élő videóban, ne járassatok le bennünket, mert mi nem szaladtunk el. És ez a csoporton belüli züllesztés. És az biztos, és azt most mondom, hogy tisztítom az oldalt, rajtam kívül senki nem lesz admin. És tudom, hogy az a három ember, aki felajánlotta, hogy segít, és most megint kaptam egy ajánlatot, azok önzetlenül segítenek, és nem rosszabb beúsnak az ajánlata se, amit kiírt. És azon is elgondolkodtam, hogy nézzétek meg, most csak három nevet, négy nevet fogok mondani, és nem azért, mert ki akarok valakit emelni, de hogy ezért, csak hogy megjegyzem. Ugye itt volt Rebeka, aki tolókocsiba kiskunhalasról följött. Hát itt van Beús, aki kisgyereket nevel. Itt van Évi, aki kisgyereket nevel. Azt hiszem, mindketten egyedül nevelnek. Aztán itt van Mea. Meri. Mea, Mea. Itt van Meri, akinek láttátok, hogy hogy nézett ki a térde. És a kisgyerekével eljött. Láttátok, hogy néz ki a térde. Nem tudják műteni. Egy év múlva. Arra kapott időpontot. Ezek miért tudtak kijönni? De kijöttek a gyerekeikért, a családjukért. Beúsnak a szülei is, vagy édesanyja is itt volt. Ők miért tudtak kijönni? Miért nem találtak kifogást, hogy ó, hát én nem jövök, ó, úgy lesz ebből semmi se, lehetett volna ebből valami. Bizonyám. Bizonyám, ebből lehetett volna. Következik a folytatás. Biztosak lehettek benne, hogy következik. Én nem az a megalkuvó típus vagyok. Én talán a Tamás videóján én elmondtam. 84, 1984 októberében, 23. előtt a himnusz tanultuk. Harmadik voltam a névsorban. Az első, az nem tudta elmondani himnuszt, azt mondták, ülj le, fiam, ötös. Nem tudta elmondani. Hát ugye ők akkori pár katonái voltak. A második az ilyen ugyanaz, csak egy segnyalóbb típus volt. Jó, az végig elmondta, az megérdemelte az ötöst. Majd jött a Bertalan, akinek a szülei nem tartottak sehova se, az kapott egy kettest. Aztán visszaszóltam a tanárnak, hogy a büdös kommunistáknak mindent szabad, azt az én karrieremnek ott lett vége, abba a pontba. Tudjátok, hova vittek el? A pártközpontba. Anyámat, apámat kirúgták, engem meg szarrá vertek. Egy hétig nem mentem iskolába, mert hurkás volt a testem. Na, így kezdtem a jövőt építeni. Azt, amikor beadtam autószerelőnek a szakmámat, nem mezőgépszerelőnek, és mindenki tudta, hogy autószerelő az állam, így lehúzták, nem kommunista. Így lehúzták. Lettem mezőgépszerelő. De akkor is autószerelő lettem, mert különbözeti vizsgával elvégeztem. Akkor is autószerelő lettem. Maradjunk ennyiben. Így kezdtem. Akkor se adtam föl. Ezt se fogom feladni. Meg fogom hallgatni azoknak az embereknek a kritikáját, akiket érdemesnek tartok rá, azoknak az embereknek az építő jellegű tanácsát, akiket érdemesnek tartok rá. Egy biztos, hogy én senkivel nem fogok összeállni. Egy biztos, hogy sehova nem fogok csatlakozni. Ez 1000%. Mert a rendőr is elmondta, hogy jól gondoljam meg, hogy kinek nyújtok kezet. Mert rajtam kívül nem hiszik el, hogy más rendszerváltást akar. Amikor egy rendőr ezt elmondja, akkor el kellett gondolkodni, hogy igaz vagy hamis. Amikor az utcán félreállítottak, aztán mondta, hogy gondolkozzak el, mikor félrevitt, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy igazoltatnak. Ha megtagadjuk az igazoltatást, ott voltak végig a rabbi mobilok, négyesével elvittek volna bennünket 72 órára. Na most akkor mondjátok, hogy melyik a jobb. Ha mi mindig ott lennénk bent, aztán család meg otthon aggódna értünk. Mert ugye vittek volna, mint a szart. Nem foglalkoztak volna vele. Mit kellett volna csinálni? Nem mondja neki azt, hogy á, nem, nem, mi harcolunk ezren, hó, gyertek 8000-en, majd mi nektek megyünk. Csak azt mondjátok, nem mertem neki menni a rendőrnek. Hát hol mentem volna neki a rendőrnek 1000 emberrel mögöttem? Kinek, melyik rendőrnek kellett volna neki mennem? Annak, aki elmondta, hogy a hatalom durván lop, így elmondják nekünk, ennek a rendőrnek menjen neki. Nem ő tehet róla, ezt értsétek már meg, nem a rendőr volt,
Nem azt a rendőrt kell leütni, aki veled szembe áll, hanem azt, aki a parancsot adja. Ugye ittek volna 72 órára bennünket, mint a szart. És azt most mondom. Aztán lehetne hajvékolni, hogy a Bertalan embereit elvitték. Megkérdezte, mit csináljunk? Ott volt a fősorokoztat a kismerci. Elmondtam, hogy én ha megyek sétálni, mert a következő rendezvényre is felelősséggel tartozok értetek. Ha nektek is családotok van, az engem is hazavárnak a gyerekek. Könyörgöm. Még a kislányom fölhívott teste, hogy apa, gyere már, hagyjam, sötét van. Így hívott fel a kicsi 3 évesen. Majd útközben láttam a fürdőkádba, mert nem én fürdettem. Majd a fürdőkád után fővette a pizsamát, hogy apa, ebben a hajsok, mert ebben rajta van a sagod, mert hiányzó. Én meg ott álltam kint veletek. Most gondoljatok be, mi lett volna vele 3 éves, azt mondják, hogy apa nem jön haza. Hogyan? Nézd meg a tévébe. Ben, ma ott van zöld kabátban, most viszik el. Az jobb lett volna? Az jobb lett volna? Megkérdezem tőletek, hogy az jobb lett volna, hogyha elvisznek bennünket? És elvittek volna bennünket. Nem láttátok, hogy az Andrásin mi volt? Mi rakjuk össze a kezünket, hogy csak ennyi rendőrt fogtunk ki. Andrásin néznek, komplet hadsereget vonultattak föl. Tudták, hogy mi békések vagyunk. Tudták, hogy mi békések vagyunk. Nézzétek meg a András úti képeket. Hova lettek a videók? Akkor erre akarok kitérni. Hova tűntek a videók, ahol a rendőröket megzárjuk? Hova tűnt az a videó, ahol a mattos kártyát átadjátok a rendőrnek, aztán kiröhög a rendőr? Hova lett az a videó, ahol a királyságos diószegi elek, kérlek, tölts fel még egyszer, ahol átadod a kártyát, és nem fogadják el. Gyerekek, gyerekek, a matnak is 5 lépésben mattot adok. Ez egy baromság. Hogy ilyen kártya, meg olyan kártya, ez egy ökörség. Ez egy hazugság. Mindenki részéről, aki ezt elhiszi, az meg bolond. És hazudnak az embereknek. Itt vannak a kamionsofőrök. Kérdezzétek meg tőlük, hogy Németországban hogy megy igazoltatás. Kinyissa a dossziét, és azt mondja, ezt kell átadni. És nem foglalkozik azzal, hogy itt van egy alkotmányos királyság, meg van egy királyság, meg szakrális királyság, meg köztársaság. Nem foglalkoznak vele, kiröhögnek, a rendőr is kiröhögött tegnap, mindenkit kiröhögött a rendőr tegnap. Mindenkit kiröhögött a rendőr tegnap. Mi kellett neki? Személyigazolvány. Pont, kész, ennyi. Nincs tovább. Az összes többi ember, az, aki ilyeneket állít és vezet benneket, az hazudik. És erre jó példa, jó, nem mondok ám én semmit sem, jó példa, mindenki tudta, hogy múlt héten szombaton a matnak lesz nyílt fóruma. Mindenki tudta az elsők között, mert 7. voltam, aki rámentem, hogy igen, ott leszek. Ezt nem is kérdezhettem. Mert addig megmondták mindenkitől a szót. Úgy kezdődött el a műsor, hogy kus, itt az van, amit mi mondunk. Tényleg? Írjam le a kérdést. Hát mire leírtam, hogy egy kérdés vége a műsornak. Én szemtől szembe akartam a tagságnak megmutatni azt, hogy hazudnak, meg vezetik őket. Nem kaptam rá esélyt, de majd a tagságnak is elmondom. Mert a tagságot össze fogom hívni, aztán elmondom neki, hogy mit kérdezzenek. A főnökeiktől, vagy a többiektől. Azt odaadom már a kezükbe a választ. Azt akkor szembesítsék őket. Tehát maradjunk annyiban, hogy ott voltak a rendőrök, el se fogadtak semmit se. Személyigazolványt fogadtak el, semmiféle kártya nem érdekelte őket. Elmondta őket, ez érdekli. Van, nincs, kész, többi nem számított. Itt nem foglalkoztak ilyen baromsággal. Ilyen személy, meg olyan személy. Nem foglalkozom. Emberre. Római jog van. Pont. 89-es alkotmány. Római jogra épül. Arra. Pont. Akkor milyen kártyáról beszélünk? Semmilyen erőse. Semmilyen erőse. Mind a kettő oda akarnak visszatérni. Az emberi státuszt, azt nem lehet visszarakni a római jogba. Nem lehet viccam. Tamás is mattos. Sokan voltak itt mattosok. Sokan voltak mattosok. Nem működik, gyerekek. Egyetlen egy működik. Az, amit mi akarunk, ezeket elzavarni. Komplettan, tokkal, vonóval. Máshogy nem lehet. Interneten szavazgatással, meg 2 év múlva szavazással, meg röpcédulákkal. Röpcédulá jut eszembe mindjárt. Vagy mi ez? Aláírásokkal. Nem lehet őket elzavarni. Ezt kell végre tudomásulni. Kaptunk egy repülőt. Haló, figyelem, tagság. Kaptunk egy repülőt. Nem vicc. Nem repülgetünk. De nem ám. Le fogok ülni egy úriemberre, felajánlotta a saját repülőgépét,
Röplapozni. Más megoldás nincs. Ma felajánlotta. Úgy néz ki, hogy lehet majd transzparenset is húzni. Tudjátok, hogy mint a volt eljje május 1-e, hát most nem az lesz ráírva. Ennek most jár utána az úriember. Viszont a röplapozás, az nem fogom tudni, hogy nem tudom még egyenlően, hogy fog menni. Meg fogom kérdezni, hogy hogy kell beleszállni, meg gondolom az üzemanyagot fizetni kell, az legyen a legkevesebb. Aztán ha hegy nem megy Mohamedhez, akkor majd a Mohamed megy a hegyhez. Tehát, hogyha valaki nem hajlandó elolvasni itt az interneten, amiket írunk, vagy nem hajlandó felemelni a seggét, akkor majd lehet, hogy a szomszédja fogja mondani, hogy te figyelje, hogy itt úgy teli van a röplappa. Viszont a röplapozás nyomtatásban, vagy nem tudom, hogy hogyan abban majd segítséget fogok kérni, de csak akkor, hogyha én leültem ezzel az úriemberre, és átbeszélünk mindent. Arra meg nem tudok, arra nem akarok kitérni, és én senkit nem akarok megbántani, hogy tegnap ezres számról beszélünk, abból 600 nő volt. Azok családanyák voltak, nagyanyák, teljesen mindegy, miről beszélek. Úgyhogy arról nem akarok beszámolni, tudomásul kell venni, hogy a nők fogják megvédeni az ország is, meg a családot is. Semmi nem fog múlni. Semmi nem fog múlni. Tehát a nőkön nem fog múlni a rendszerváltás, ezt észrevettem. Ezt észrevettem. Tehát a nyomdában már amúgy is kaptunk egyszer segítséget. Várjátok egy fél pillanatot, mi van a messengerre? Jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért vannak olyan emberek, akik itt van. És ja, és a röplapozásra a csoporttagtól kaptam a lehetőséget, hogy felajánlotta a saját repülőt. Csoporttagtól. Aki komolyan is gondolja. Tehát itt más megoldás nincsen. Más megoldás nincs. Tehát itt ezt így kell csinálni. Itt ezt így kell csinálni. Egy biztos, neten el kell felejteni itt a szervezkedést, úgyis látjátok, hogy mivel játszik. Tehát át kell teljesen szerveznünk saját magunkat ahhoz, hogy azt túléljük. Két választás van. Vagy még mérettetünk, vagy pedig benne leszünk abban a 40%-ban, aki ebbe a beteg 60% között el fog lavírozni. És még egy dologra szeretnék kitérni, a hölgy nevét nem tudom. És most segítséget kérek, mert biztos, hogy ebben 824 emberben, 825 emberben szerintem ő is itt van. Ő felajánlotta, hogy az ő falujában vannak házak, amiket meg lehet venni. Én nagyon-nagyon szépen megkérem, hogy ő jelentkezzen nálam privátba. Mert valami az eszembe jutott, és szeretném vele megbeszélni. Én nagyon-nagyon szeretném megbeszélni. Tehát látom azt, hogy itt az aktív tagságban is a 80% a hölgy, akinek nagyon jó ötletei vannak. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiak tunyák. Ez nem azt jelenti, de a hölgyek azok valahogy pillanatok alatt bele tudnak állni egy ügybe. És ez nagyon jó érzéssel töltötte. Úgyhogy szépen lassan alakulunk. Úgyhogy beszélni fogok a jogvédővel, a büntetésekkel kapcsolatban. Beszélni fogok a Hajnal Janival is. De az nagyon-nagyon jó dolog, hogy a döntő többség nem írta alá. És én tudom, hogy vannak, akik aláírták a papírt, azoknak is fogunk segíteni, viszont az, akik nem írták alá a papírt, az már egy jó dolog. Az már egy jó dolog.
Az nagyon jó dolog. Tehát a büntetésekre durván van, mire kijönnek 10-14 napunk. Tehát én a Janival reggel már egyeztetni fogok. Én be fogom hívni a jogvédőt is, hogy mondja el, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nehogy az legyen, hogy félre vagyunk tájékoztatva, ő mondja el és tartsa a szavát. Tehát ezt mindenféleképpen akarom. És szeretném is, hogyha elmondaná, hogy milyen lehetőségeink vannak egy sétálás kapcsán, hogyan tudjuk ezt megúszni. Aztán ki kell dolgoznunk egy olyan stratégiát, ami közös stratégia. Ami közös stratégia. Tehát nincs más hátra, mint előre. És nem fogom feladni, mert miért adjam föl? Minek kéne feladnom? És akkor azok, akik hazaárulóznak meg mocskolnak bennünket, meg hogy a rendőrséget tájékoztattuk, hogy merre megyünk, ugye itt a Radványi Karcsira gondolnak első körbe. A Radványi Karcsi az végig telefonvonalban volt, és ő tudta, hogy merre van a forgalom. Tehát már azért volt ott informátor. Szóval mi nem adtunk ki benneteket. Engem nem a Fidesz pénzelt, ezt azok az emberek terjesztik, akiket tényleg a Fidesz pénzzel. Hát ez egy jó, legjobb védekezés a támadás, én már ma utálok védekezni, úgyhogy én már le is falusiasan mondani, le is szarom őket. Úgyhogy az, hogy bennünket lekapcsoltak, az nem azon múlt, hogy én tájékoztattam volna a rendőrséget, hogy elárultalak volna benneteket, mert ha elárulnának benneteket, akkor még most is ott rohadnánk bent a rendőrségen. Gyönyörű szépen mindegy, ettől egyig. Aztán gondolkodhatnánk, hogy mi lesz velünk. Mert azért ez nagy szégyen lett volna, hogyha közülünk bárkit is elvisznek. Az egy nagy szégyen lett volna. Úgyhogy nem kívánok foglalkozni a Karácsony Lajossal, nem kívánok foglalkozni. Ja, a Karácsony Lajosok kiderült, hol van ez az úriember, hoho, az a spártai, hogy hívták, segítsetek? Hogy hívták azt a gyereket, aki már mocskolt bennünket, az a spártai? Mi neve annak? Annak az embere volt, annak a megbízásából jött közénk. Most nem tudom, hogy hívják. Majd megmondjátok itt, kírjátok azt a nevet. Bea, segítsé, te úgyis tudom, hogy itt vagy, Beáta, segítsé. Hogy hívták azt a spártait? Vagy mamuka, segítsetek. Na mindegy. Lakatos, igen, köszönöm, 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 köszönöm. Lakatos Guszti spártai. Hát persze, az ő megbízásába jött ide közénk, ahogy hívják. A Karácsony. Ő fizetett neki. Ja? Karácsonynak lakhely elhagyási tilalma van ám. Másfél év börtön jár neki, 25-öt már leült. Ja, ezt most hallottam meg. Most. Úgyhogy ezekkel az emberekkel, és Smolcer Viktorokkal, Ferencsik Robikkal, meg ilyen spártaiakkel nem kívánok foglalkozni, mert nincs is értelme. Még egyszer mondom, a Magdi az nekem barátom, bízok benne, hogy ezután is barátomnak tarthatom, bízok benne, hogy le fog higgadni, bízok benne, hogy rá fog jönni, hogyha benneteket megkérdez, hogy mi nem is tudtuk, hogy ők bent maradtak, mi nem szaladtunk el, de hogyha fölhívtak volna a telefonon, vagy szóltak volna, akkor biztos, hogy visszamegyünk érte közösen. Na, ugye közöttünk is volt három rendőr, mire mi elindultunk, úgyhogy én sajnálom, hogy bent ragadtatok, de azért hívhatatok volna, hogy ott vagytok, és én nem hibáztatlak benneteket, félreértés ne essék, mert lehet, hogy abban az ideg állapotban én is elküldök mindenkit a picsába, elnézést a kifejezésért, de ártatlanul azért ne vádoljatok meg bennünket, mert mi a Hajnal Janival végig ott maradtunk. Ugyanúgy megzártak bennünket is, mert a Meri el tudja mondani, hogy ne őt vegyék ki, így odaálltam inkább én a rendőr elé, és én inkább őt félelőttem. Tehát a büntetésekkel kapcsolatban még annyit, hogy az, hogy a utolsó percekben lelettünk videózva úgy, hogy tömörültünk,
az már ugye annak köszönhető, hogy a rendőrök lezárták az utcát, és elkezdtek bennünket vegzálni. Tehát ezzel még ugye panasszal is lehet élni mindenféleképpen. Mert mi nem azért csoportosultunk, mert csoportosulni akartunk, hanem azért, mert a rendőrök körbe zártak bennünket, tehát ott azért, akik nem írták alá a papírt, az biztos, hogy éhetnek a panasz lehetőségével. Mindenkit fognak megzálni, tehát ez nem fog itt ezen az oldalon senki sem megúszni. Tehát senki nem fogja megúszni. Ezt én most mondom. Maszkot azt hiszem mindenki hordott. Ha minden, úgy tudom, tehát azért nem büntethetnek, a sétálás sem még nem büntetlen, még akkor is, hogyha azt mondják, még akkor is, ha azt mondják, hogy ez meg lett szervezve, sétálni oda megyek, ahova én akarok. Ha az egymás mögött volt és betartottuk a dolgokat, arra mi nem tehetünk, de sétáltunk. Tehát mi nem randalíroztunk. Egy kivételtől eltekintve, mert ugye azt tudni kell, hogy a Olá Sanyi ugye összeszólalkozott a rendőrre. Gyerekek, olyan jogvédőt ajánljatok, aki jogvédő. Kérlek benneteket. Olyan, aki az Facebookon jogvédő, olyan nekem ne ajánljatok. Nekem olyan kell, akinek irodája van. Olyan ajánljatok. Én ma olyannal beszéltem. Az, aki nem jogvédő, csak annak adja ki magát, aztán mellette, ha nem megyek bele, az nem jogvédő. Ha én kiírom, holnap, hogy én vagyok Magyarország miniszterelnöke, akkor azt mindenki elhiszi. Mert az interneten rajta van a Facebookon, hogy én vagyok a miniszterelnök, azt mindenki elhiszi. Ha a Laci kiírja holnap a taxis Laci, hogy ő nem taxis, hanem buszos, akkor mindenki elhiszi. Jogvédő, hogy lehet jogvédő olyan, akinek nincsen jogi diplomája? Egy, nincs irodája. Kettő, általános iskolás végzettsége van, talán. Az nem lehet jogvédő. Tehát ilyeneket ne is ajánljatok. Olyan, akinek úgy kezdődik, DR. Olyan, az jogvédő. Fölütöm a telefonkönyvet, beütöm az interneten, aztán kiadja, hogy hol találom meg. Ilyent. Én már ilyet kerestem. Olyan, aki kiírja Facebookra, hogy jogvédő. Én meg szülész nyögyőgász vagyok. Na. Kiírom holnap. Istenemben mondom, hogy kiírom holnap. Szülész nyögyőgász. Nem kamionos. Haha. Az másodállásba csinálom. Ilyen egyszerű. Tehát olyan. Ez a problémám. Tehát ez a problémám, hogy a Facebookot, ezt el kell felejteni. Minden tekintetben el kell felejteni a Facebookot. Ám micsoda, szülésznél egy gyógyász? Hát dehogy nem, gyerekek. Én két szülést vezettem. A nagylányomnál úgy elfeküdtem, mint a fene. A kislányomnál csak rosszul lettem. Ott csak rosszul lettem. A nőkhöz meg marha jól értek. Azért élek egyedül. Nem láttátok? Tehát így megvan. Na nem, és viccet félretéve, tehát én a Facebooknak nem hiszek, hogy ki van írva, hogy jogvédő. Egy, ugye nem volt, tehát erre tudnák ezennyi példát mondani. Nem, én nekem olyan kell, aki tényleg ezzel foglalkozik, én mondom, még egyszer mondom, beszéltem vele, holnap egyeztetünk, így a számokat illetően, a Janival is holnap egyeztetek, és még egyszer mondom, megkövetem saját magam, mert a Hajnal János nem hagyott el bennünket, a Hajnal János ott volt végig, az összes többi vezető, az meg szart odajönni, meg hűített bennünket. Úgyhogy erről meg ennyit. És mondom még egyszer, hogy a Jani az még vállalta a motozást is, mert őt is éppen úgy félrevitték, mint engem. Úgyhogy ennyi, de arra kérlek még egyszer benneteket, hogy azokat a videókat, amikor a rendőröket megzártuk, azokat kérlek szépen, hogy töltsétek föl, mert látjátok, hogy a rendőrök eltüntették innen a videókat, tehát hogy lássátok, elmentek innen a videók. Nem én tüntettem el, mert a fejléc még fönt van, ki mikor töltötte föl a videót. Nem én nyúltam bele a videókba,
hanem ellettek tüntetve, de nyugodtan lássátok, nézzük meg újra őket újra. Hát azt is meg fogom keresni. Meglátjuk, hogy mit fognak mondani. Amikor azt ugye tudni kell, hogy... Na mindegy. Mert azt is meg fogom keresni. Maradjunk ennyibe. Tehát több lábon kell állni. És nem. Nem a népszuverenitás. Nem az volt kint. Nem. Tegnap kint volt Hajnal János. Nem a népszuverenitás volt kint. Hajnal János volt kint. És Hajnal János az, aki ott maradt végig. Aki ott maradt végig. És azért nem volt szép ez a videó Magdi részéről, és még egyszer mondom, nem fogom bántani Magdit, mert lehet, hogy ugyanabba a helyzetben én is ezt csináltam volna. Mi nem hagytuk el, de nekünk senki nem szólt, de ott volt a telefon, ha szólnak, akkor szólnak. És egy dologra még kitérnék most már, aztán lassan a vége felé jövök. Radványi Karcsi, nem tudom, hogy nézi az oldalt, vagy nem nézi most. Nem. Ne keverjük. Tehát Hajnal János volt kint. Nem a népszorítási mozgalomtól volt kint Hajnal János, ő Hajnal Jánosként volt kint. Ő kijött. Az, hogy népszorítási póló volt rajta, ő egymaga jött ki. Hajnal Jánosként. A népszorítási mozgalom az nem jött ki. De Hajnal János kint volt. Ő kint volt. Az, hogy az ő csoportja a népszorítás, az egy dolog. Az most mellékes. Azok nem voltak kint. A csoportjában nem volt kint senki, de Hajnal János kijött a helyszínre. Ő kint volt. A népszorítási mozgalomtól nem volt kint senki, de Jani az kint volt. Nem tudom, hogy Radványi Karcsi nézi-e a műsort, itt van, akkor remélem, hogy ott van a kislányod is, mert a kislánynak a szívét tenep összetörtük, de vissza kell adni a hitet. Szóval én Karcsén, írd meg gyorsan, hogy hívják a kislányodat, mert már délelőtt beszéltem vele, de bízok benne, hogy megírod gyorsan, hogy hívják a kislányod nevét, és akkor név szerint tudnám szólítani a kis drágaságot. Megnézzük, hogy mit ír a Karcsi, mert nekem, ugye ennek hozzám lassabban jönnek az üzenetek, vagy a kiírások. Zazi. Jó, legyen Zazi. Hát kedves Zazi, én nagy örömmel vettelek föl téged tegnap, és én tudom, hogy neked is csalódás volt a tenapi nap. Hidd el, hogy tudom, mert az én lányomnak is csalódás volt, de a következő rendezvénynél is fél foglak venni, azon a rendezvény, és már hidd el nekem, kicsi Zazikám, már most is bent vagy a történelemkönyvekbe. Mert a történelmet ezt nem úgy írják, és majd apa meg anya elmagyarázza nektek, hogy az rögtön sikerre vezetett. De nem ám. De leírják majd az előzményeket, és most le fogják írni, hogy a Zazi az Attila ölébe üt az első rendezvényen. Hidd el, és mentünk 30 métert. A következőné, a sikerné ugyanúgy föl foglak venni, és ott fogsz állni a lányaim mellett, utána meg anyával, meg az én nagylányommal szépen elmentek majd a játszótérre. Jó? Mert akkor nektek ott letellett, és benne lesztek a történelemkönyvbe. Hidd el, hogy benne lesztek a történelemkönyvbe. És nem kell sírni, se anyának, se apának, se neked, mert apa tanap sírt, összeborultunk, és együtt sírtunk, de hidd el, hogy azok a kicsi gyerekek, akik kint voltak tegnap, édesanyjukkal, meg édesapjukkal, azok igazi hősök. Azokat a szüleik már hősöknek nevelik. Meg hős nőknek. Bizonyám. És te is hős nő leszel. Hidd el nekem. És kérdezz meg itt majd a bácsikat, meg a néniket, hogy a legközelebb találkozó velük, hogy ugyanígy fognak állni. Ugyanígy fognak állni Merinek a kislányával, ugyanígy fognak állni a Beus kicsiével, és akik ott voltak kis aprólékok, azok mind hősök. Meg a szüleik is. Mert jól nevelik őket. Bizony. Úgyhogy ennyit akartam neked üzenni, de aztán most már mars az ágyba, mert elmúlt 8 óra. Bizonyám. Fogmosás. Alvás. Jó? Mi beszélünk a héten, megígérem. Apával még úgyis fogok beszélni. Jó éjszakát, kicsi lány. Tehát
nekem van egy nagyon kedves barátom, aki lelkiekben azért itt van velem, és nagyon egy hullám hosszon megyünk, és hasonló meséket néznek a gyerekeink, vagy néztek a gyerekeink, és egy mese jut az eszünkbe. A hölgyet Bozsik Ildikónak hívják, aki tegnap úgy jött föl a helyszínre késve, hogy előtte két mennyasszonyt kisminkelt, őnek is sminkes a szakmája, 25 éve ezzel foglalkozik, két nagygyermek édesanyja, és volt egy mese, találjátok ki, és az így végződik, és ezzel zárom a soraimat. Fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer. És nem voltatok tegnap gyávák, ti hősök voltatok, hősök is vagytok, nem csak az én szememben, hanem előbb-utóbb az ország szemében is hősök lesztek, mert mindenki fogja értékelni azt, amit tettetek, nem először, és sajnos még nem utoljára, bár jó lett volna mondani, hogy nyertünk és utoljára, de higgyétek el, hogy itt nem én vagyok a hős, azért, mert ott álltam veletek, hanem ti vagytok a hősök, mert vállaltátok a megmérettetést. Most még alul maradtunk. Higgyétek el, hogy alul maradtunk. Nem azért maradtunk alul, mert nem mentünk neki a rendőröknek, hanem azért maradtunk alul, mert még kevesen voltunk. Ezért maradtunk alul. De higgyétek el, hogy ez sikerülni fog. És egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, és ezt vegyétek nagyon-nagyon komolyan. Nekünk nem sok esélyünk van. Talán még egy. Talán. És össze kell nagyon kapni magunkat, és szervezetten kell dolgoznunk. De én továbbra is a szeretet és a békét mondom. Ha erőszakhoz megy, én ott hátat fordítok. Ahhoz nem adom nevet. És abban nyugodjatok meg, hogy a rendőr se fog mellétek állni. Hiába mondjátok, hogy vér nélkül nem megy, ezt kell használni. Új stratégia kell. Nem ezeken a platformokon, hanem személyesen. Fölkeresni egymást. Ezért kellett a telefonszám, egy kontakt, ekkor ott vagyok, legyen rám fél órád. És ezt így kell csinálni. És majd ő elmegy abba a körzetbe elmondani. Ezt higgyétek el, ez így fog működni. Ez így fog működni. És akkor mindenki tudni fogja, hogy hogyan kell följönni. És akkor senki nem fog otthon maradni. Azok az emberek, akik meg tegnap, illetve még ma is bennünket bírálnak a fotelból, azokért is kiállunk, azokért is, de nekik joguk nincsen azokat az embereket bírálni, akik tegnap ott voltak, és megmutatták, hogy a hideg ellenére is egységet alkotnak, a hideg ellenére is vállaltak mindent, és este 8-ig ott voltak. És ezt csak nektek tudom köszönni, akik ott voltatok. Vigyázzatok nagyon magatokra, pihenjetek jól, még én is vacsorázni megyek, tehát még van időnk vacsorázni, mert most én sem ettem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Most már egyetlen egy dolgot elértünk, hogy nem kell nézni a nézettséget, mert úgyis tudjuk, hogy mennyien leszünk fönt. Tehát elkezdjük átalakítani az oldalt. Aztán higgyétek el, hogy megyünk tovább előre. Köszönöm, hogy velem voltatok. Köszönöm, hogy veletek lehettem. Továbbra is jó egészséget kívánok nektek, és valamennyitek családjának. Szép estét, jó pihenést, Isten veletek. Sziasztok!